Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 1-i. Hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik. Itt van a szimbóluma. Megnézzük, hogy mi történik ezen a napon. Itt láthatóak az egerek. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és az már nincs ott. Ez lehet veszteség, ez lehet pénzkiadás, vagy félelmek, hogy elveszíted a munkahelyedet, vagy ő eltávolodik, hogy elveszíted őt. De az egerek tudnak segíteni is, hiszen el tudnak negatív gondolatokat, vagy érzelmeket, mint például bizonytalanságok, vagy egy rossz kapcsolatot, vagy hamis személyeket szintén el tudnak távolítani. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Mi történik kedden? Itt kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, kitisztulnak az események, vagy azt is jelentheti, hogy ő szeretne látni téged. Szerdán Merkur bolygó megáll egy pillanatra, változtatja az irányt, előre halad, előre mennek az események, és szerdán Merkur bolygó uralkodik. Itt egy nagy medve van a háttérben. Ez jelentheti a te erődet, hiszen ezzel az erővel be tudod bizonyítani magadat. Amennyiben volt betegség a családban, újra ott van az erő, meg van a gyógyító erő. Ez a medve lehet egy bizonyos személy is, akinek szava van, mint például a főnököd. És a medve előtt a gyermekek utalnak az ártatlanságra, vagy egy új irányra, egy új kezdetre. A csütörtöki nap felett Jupiter bolygó uralkodik. Csütörtökön megjelenik a ravasz róka. Ez lehet egy negatív gondolat, mint például, ah, ez úgysem sikerül. Vagy lehetnek negatív érzelmek, mint például félelmek. De lehet egy hamis személy is, aki figyelget téged, vagy őt, vagy figyelget benneteket, és a rossz indulattal közeledik hozzád. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt lesz mozgás. Az jelentheti azt, hogy valaki közeledik hozzád, mert meg akar látogatni téged. Az is lehet, hogy valami, mint például egy szerződés vagy egy hír útban van hozzád. Ez a mozgás utal mindarra, ami mozog. Autó, sport, utazások, változások. De itt a környezetben megjelenik a ravasz róka, és ami most útban van hozzád, azért légy kicsit óvatos. Persze az egerek el tudják távolítani ezt a hamisságot is. Szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban. Te hozol döntéseket, tisztázódnak a dolgok körülötted, lesz mozgás, vagy odafigyelsz valamire, és te hozol konkrét döntéseket. Itt középen a nap szimbóluma látható, és a nap uralkodik vasárnap felett.
Ezen a napon Uránusz bolygó megáll egy pillanatra, utána visszafele halad. Uránusz bolygó hatása alatt vannak változások. Lehet, hogy még vissza kell tekinteni a múltba, amikor döntésekről van szó, valamit még átgondolni. Uránusz bolygó az lehet egy meglepetés is. Előfordulhat, hogy valaki gondol rád, visszatér a múltból, és ez lesz számodra egy meglepetés. És megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt a madarak jelentik a mozgást, a vidámságot, a csevegést, valaki keresi veled a kapcsolatot, és beszélni akar veled. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!